Megpróbálom gyorsabban összefoglalni azt, hogy mi is a háborús helyzet a világban, ugyanis napról napra egyre több és több probléma van, és egyszerűen nagyon nehéz lépést tartani azzal, ami történik, és beszámolni róla minden nap, mert kevés az idő rá. Szóval ez Francia Guyana, ahol ugye teljes a káosz. Francia Guyanában nincsen élelmiszer, nincsen üzemanyag, nincsen munka, nincsen semmi. Az egész terület tönkre van téve. Ezek a francia képviselők találkoznak a guyanai úgynevezett 500 testvérnek a szövetségével, akik megszerveztek egyfajta ellenállást, hogy a káoszt megpróbálják valahogy enyhíteni. A probléma az ugye, hogy maga az ESA Hawks, ugye az Európai űrkutatási központnak ott vannak a rakétái, és így nem tudják csinálni ezeket a Hawksokat, mivel nem tudnak oda jutni és szállítani. Tehát ez egy probléma, bár szerintem egyszerűen csak ezt felhasználják, ezt a dolgot arra, hogy legalább addig sem kell ilyen Hawks eseményeket létrehozni. Ez ugye Press TV, az iráni közmédia, ha lehet ilyet mondani, arról számolnak be, hogy Japán és Tajvan diplomáciai kapcsolatokat létesített, és ezt Kína nem nézi jó szemet, tehát így már Kína és Japán is egyre jobban szembe kerül, ugye azok után, ami a dél-kínai tengeren történik természetesen. Kína azt fejezte ki, hogy ez szerinte provokatív és nyugtalanító az a helyzet, hogy Japán is ezúttal ugye elismeri Tajvannak a diplomáciai autonómiáját. Még akkor is, hogyha csak részben, és Kína Japánt két arcúsággal vádolja. Ha már a dél-kínai tengernél tartunk, akkor nézzük meg, Kína nagyjából befejezte a katonai bázisok építését a területen. Erről hónapokkal ezelőtt már szó volt, hogy mi az, ami történik a dél-kínai tengeren és a kelet-kínai tengeren. Röviden annyit, hogy Kína mesterséges szigeteket létesített a dél-kínai tengeren, és erre hadibázisokat épített. Ez a terület pedig ugye problémás, hiszen a Fülöp-szigetek, Vietnám, Kína, Japán mind érintett ezen a környéken, és ezáltal Kína ugye gyakorlatilag kisajátította ezt a területet. Hongkongról és Tajvanról nem is beszélve. Így lehetővé vált az, hogy Kína repülőgépeket, illetve más hadieszközöket tároljon a helyszínen, illetve bármilyen megállást ezek ott végrehajtsanak, illetve kisebb manővereket. Kína természetesen tagadja azt, hogy ő bármiféle tervei lennének ezekkel a szigetekkel, csak és kizárólag védelmi célokra szeretné felhasználni. Kína annyi bázis létesített már ezen a területen, hogy gyakorlatilag bárhol szabadon hajthat végre katonai manővereket szükség esetén. Így gyakorlatilag kisajátított egy olyan területet a nemzetközi vizekből, amelyen fontos kereskedelmi útvonalak haladnak keresztül. Mindezekkel egy időben Kína megkezdte katonai hadműveleteit és gyakorlatait Észak-Koreával határos vidékein, hiszen ugye maga Észak-Korea viselkedése aggasztó Kínára nézve is. Célja az, hogy hadsereg reakció idejét csökkentsék egy esetleges észak-koreai fenyegetésre. Mindezekkel egy időben az ENSZ arról tanácskozott, hogy egy idézővetett nukleáris mindezen eseményekkel egy időben az ENSZ arról tanácskozott, hogy idézőjelben globális nukleáris tilalmat vezetnek be. Mindenki elfogadta volna, csak azok nem voltak jelen, akik ilyen fegyverekkel rendelkeznek, már amennyiben léteznek ilyen fegyverek, ugye Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Észak-Korea, Pakisztán, Irán, ezek az országok nem vettek részt a szavazásban, úgyhogy gyakorlatilag ez az egész nem ért semmit, de erről volt szó. Spanyolországban, Madridban pedig háború ellenes csoportok összetűzésbe kerültek a rendőrséggel, miközben
Egy katonai kiállítás zajlik Madridban, nézzük meg néhány képet erről. Ezek ugye belbiztonsági cégek, természetesen megy a készülődés arra is, arra a káoszra, ami a társadalomban fog bekövetkezni ugye a háború után és közben, illetve a következő gazdasági nehézségek idején. Hiszen természetesen ahhoz, hogy egy társadalom fejlődjön és virágozzon, ahhoz szilárd törvényekre és szabályrendszerre van szükség. És míg Netanyahu találkozik Donald Trump-a, addig Abbas meglátogatja Vladimir Putyint Moszkvában, azaz a palesztin államfő Moszkvába látogat, míg az izraeli az amerikaiakkal tárgyal, csak hogy biztos legyen az, hogy mindenki mindenkivel szemben áll. Erről már volt szó, ugye Hassan Rouhani Moszkvába érkezett egy kétnapos látogatásra, ő az iráni miniszterelnök. A káosz az egész világra kiterjed, és India el fogja zárni a határait, amelyek Pakisztán és Bangladessel közös vonalon haladnak, ami természetesen újabb kerítéseket jelent. Így akarják a úgynevezett terrorizmust és az embercsempészetet megakadályozni. Hogy is lehetne az véletlen, hogy mintegy 60-70 ország kerítést épít világszerte mindenhol, mindenki ellen háborúban áll már. És az emberek azt hiszik, hogy ez véletlen, hogy egyszerűen csak ez csak így alakul. Az ellenség túlórában dolgozik azért, hogy tönkretegye az emberiséget. Az összes információ elérhető. Ennek ellenére még mindig vannak, akik azt gondolják, hogy egyrészt majd ez valahogy meseszerűen megoldódik, vagy ez csak a véletlen műve és ilyen az emberiség. Érdekes az, hogy Abbas szintén találkozott az EU úgymond külügyminiszterével, akárcsak az Európai Unió tanácsának elnökével, mikor Belgiumban járt, Európai Bizottság elnökével, Junckerrel is találkozott, akárcsak az Európai Parlament elnökével. Ugyanekkor az idézőjelben a nemzetközi közösség az Izraelt erősen bírálja azért, mert illegális településeket épít palesztin területeken lassan 5-6 évtizede már. Az Arab Liga ülésezik Jordánban, ahol Abbas szintén részt vesz, természetesen 22 ország vezetői fognak tanácskozni a régiónak a problémáiról, és általában a többségük támogatja a független palesztin állam létrejöttét. Minden jel arra mutat, hogy az úgynevezett palesztin terrorszervezet, amit Hamasnak hívnak, az gyakorlatilag visszaállt teljes kapacitásra és visszanyerte az erejét, és ők ugye egyáltalán nem közelednek barátságosan Izrael felé. Izrael, Görögország, Amerikai Egyesült Államok és Olaszország mindeközben Görögországban egy közös gyakorlatot tart, ami többnyire korlátozódik a légierőre, de mindenképpen érdekes az is, hogy az Egyesült Arab Emirátusok is részt vesz ebben. Oroszország figyelmeztetett arra, hogy amerikai terjeszkedés, illetve az amerikai rakétarendszerek telepítése világszerte egy egész világra kiterjedő problémát és fenyegetés jelent. Ugyanis fennáll a veszély annak, hogy a többi országnak, aki nem feltétlen Amerika támogatottsági körébe tartozik, azoknak is valamilyen formában erre fel kell készülni, tehát egy újabb verseny indul el az országok között, ami már elindult, csak a legtöbb ember le van maradva erről. Ugye Rouhani miközben Moszkvában tárgyal, megegyeztek arról, hogy az úgynevezett békés nukleáris technológiák cseréje
és ez a jellegű együttműködés, ez megmarad a két ország köz, sőt, ennek a fejlesztésére van szükség. Természetesen a nukleáris energia és a fegyverrendszer nagy valószínűséggel valamilyen formában egy hoax, úgyhogy ez egy újabb bizonyíték arra, hogy az összes ország együtt dolgozik annak érdekében, hogy a tömegeket megtévesztik és a hatalmat átvegyék a világon. Ezzel ennek még nincs vége, ugyanis a CIA egyik volt vezetője arra figyelmeztet, hogy Észak-Korea képes Amerika 90%-át elpusztítani. Ezért, ahogy arról már korábban szó volt, az Amerikai Egyesült Államoknak fel kell készülnie arra, hogy megelőző csapást mérjen Észak-Koreára, akár az idézőjelbe tett nukleáris fegyverrendszerével. Nem elég, hogy bemutatják ugye ezeket a színészeket, akiket mindig mutatnak, akik eljátszák a gonosz diktátor szerepét, akár csak a filmekben, hiszen pontosan az történik, ugye, forgatókönyv alapján működik ez az egész. Talán ez a karakter a legviccesebb az egész színjátékban, de ezt félretéve érdekesnek találtam azt, hogy még a Föld valódi alakjára is van egy utalás, ugye a lapos Föld és a fölötte elhelyezkedő kupola, vagyis dóm, ugyanúgy, ahogy a háttérben bemutatják ezt. Ezzel is gúnyolva a tömegeket, akiknek fogalmuk sincs sem a színjátékról, sem arról, hogy hol is élnek valójában. Még néhány propaganda fénykép, akár csak a filmekben, ugyanúgy a rakéták kilövését is bemutatják. Mindeközben Észak-Korea Oroszországgal együttműködve munkásokat küld Moszkvába, illetve Oroszország területére, mint egy 50 ezer észak-koreai dolgozó tartózkodik jelenleg Oroszországban, illetve a jövőben szeretnék, hogyha ez az együttműködés tovább bővülne. És Moszkva egyértelműen elutasítja azokat a nemzetközi szankciókat, amelyek Észak-Koreát terhelik, ugyanis azt mondja, ami tulajdonképpen igaz is, hogy a nép az, aki ezek miatt szenved. Amerika pedig aggodalmát fejezte ki, ugyanis ezzel a bevétellel, amit az észak-koreai munkaerő export jelent, Észak-Korea számára idézhetett nukleáris, illetve különböző rakétaprogramokat tudnak finanszírozni. Amerikai kongresszus arról szavazott, hogy Montenegrót bevegyék a NATO-ba, ugye Montenegró igazából nem járul hozzá túl sokkal a NATO-hoz, hiszen egy kisebb város nagyságú, és a probléma az, hogy Oroszország nyilvánvalóan provokációnak fogja felfogni, hiszen ez egyre közelebb és közelebb kerül az ország keleti határához. Franciaország különböző haditechnológiát, illetve embereket küld Észtországba, ugye ez a NATO készülődés a csoportosulásnak a keleti határvonalán. Francia katonák csatlakoznak a britekhez, akik már ott vannak, és az előbb rosszul mondtam, Montenegró természetesen Oroszországnak a nyugati határán található, nem a keleti határán. Ez része annak a NATO hadműveletnek, ami már 2016-ban elkezdődött, és Lengyelország, Lettország, Litvánia és Észtországot vonja magába, ahol a NATO elkezdte a hadseregének felépítését. Oroszország pedig nyilvánvalóan aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban. Mindenképpen érdekes az is, hogy 2016 óta megváltozott a jogszabályi rendszer Japánban, és az ország részt vehet katonai akcióban, amelyek más országok életét érintik, és nem csak a sajátjukat, vagy a sajátjukat egyáltalán nem, ami a második világháború óta nem fordult elő az országban. Ezzel kapcsolatban tüntetések törtek ki az országban, tehát Japánban lehetővé vált, hogy az ország részt vegyen más országokkal közösen különböző hadműveletekben, amelyek nem közvetlenül érintik Japánt. Ugye a tüntetés ellenére természetesen, ahogy azt már korábban számtalanszor hallottátok, az, hogy mit akarnak az emberek, soha nem számított, soha nem is fog számítani, annak ellenére, hogy az emberek természetesen ellenállnak. Egy újabb történelmi lépés következett be, és az pedig a japán hadsereg és az amerikai hadsereg közös hadgyakorlata, ami nem volt még erre példa. Ha belegondolunk abba, ami történik a dél, illetve a kelet-kínai tengeren, akkor
látható az, hogy mi is készülődik. Nyilvánvaló, hogy ezek a hadműveletek tovább fogják fokozni a feszültséget. Kína, Oroszország, az összes ország, ami ugye a dél-kínai tenger körül található és Japán között, valamint az Amerikai Egyesült Államokat is beleértve. Izrael extra csapatokat adott a tengeri, mindeközben Izrael megerősítette a tengeri haderejét, hiszen illetve az Iron Dome rakétaelhárító rendszerét, ugyanis az értesülések szerint a Hamas palesztin terrorszervezet továbbfejlesztette a saját harci arzenáját, úgyhogy felkészülnek az esetleges támadásokra. A Jordán király King Abdullah arra figyelmeztette Izraelt, hogy nem lehetséges béke a régióban egy palesztin állam létrejötte nélkül, és ők teljes mértékben támogatják ezt. A legnagyobb probléma nyilvánvalóan az, hogy Izrael elfoglalta Jeruzsálemet és az Al-Aqsa Moszk az ő fennhatóságuk alatt van, ami iszlámnak az egyik idézőbb, tehát szentebb helye. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!